Sziasztok! Hello! Bobozni jöttetek? Hát igen. Igen, igen. Szoktatok otthon segíteni anyának? Igen. Mit szoktatok otthon segíteni? Konyhába szoktatok segíteni? Igen. Mit? Mosogatni. Van egy lányom, hozzád adom feleségül. Komolyan mondod, hogy mosogatsz otthon? Hát igen. Nagyszerű. És te? Én szoktam néha segíteni anyának főzni, meg én is. Főzni? És mit szoktatok főzni? Hát sok minden. Hány éves vagy ehhez? 12. Van kedved egy kicsit most velem húsvétra készülődni? Igen. És te, téged hogy hívnak? Meg tudod mondani, hogy hívnak? Hogy hívják? Mina. Hogy? Mina. Jaj, de gyönyörű. Ő szokott rosszalkodni a konyhába, ugye? Igen. Az a helyzet, hogy úgy lehet nekem segíteni, hogy van egy varázszsákom, ebben vannak konyhai eszközök, húzzatok egyet, és ha megmondjátok, hogy mi az, akkor választhattok, hogy répát vagy csokit kaptok. Húzz egyet. Na, ez micsoda? Igen! Répa vagy csoki? Répa vagy csoki? Szóval csokit kért. Milyen meglepő választás. És te is húzzál nekem valamit? Te is húzzál. Húz valamit, ebből a varázszsákból. Na, húz valamit. Húzzad. Húha. Hú, a legnehezebbet húzta ki. Ez mi lehet szerinted? Nagy fiú, mi a neved? Mi a neved? Bálint. Bálint. Ez mi lehet? Nem tudom. Vécikefét nem ér mondani. Ez mi lehet? Nem tudom. Neked ötlet? Ja. Ha? Jó, jó, nyom, mosogató. Kefe. Hát engedd, ő kettőt választhat. Ő kettő csokit választhat, te pedig kapsz egy répát. Nem tudtad, hogy kefe egy répa. Tudtad, hogy... Hát amúgy is répát kértem volna, úgyhogy... Amúgy is répát kértél volna. Egy csoki. Két csoki. Úgyis hosszú a sor a Bobnál, akkor jöttek egy kicsit segíteni? Tartsd a szádat. Jó, van. Anyával megbeszélem, és akkor jöttök egy kicsit segíteni, jó? Oké. Okay. Hú, de gyönyörű neved van. Figyelj, szoktál anyának a konyhába segíteni? A konyhába szoktál neki valamit segíteni? Szoktam megteríteni. Megteríteni? Haj, de ügyes vagy. Gyere ide hozzám egy kicsit. Van nekem egy varázs. Gyere ide. Van nekem egy varázszsákom, ebben konyhai eszközök vannak. Ha megmondod, hogy mi van benne, akkor választhatsz vagy répát, vagy csokit. Nyújt bele! Hát vegyél ki valamit! Hú, ezt vetted ki. Ez micsoda szerinted? Teniszütő. Teniszütő! Hát, nagyon ügyes lennél, de hány éves vagy? Négy. Hát a négy évesek még nem tudják, hogy ez nem teniszütő. Ezt elmondom neked, mi ezt tudod, mi krumpli nyomó. Szereted a krumpli pürét? Igen. Na, anya ilyennel nyomja össze a krumplit a pürének, de mivel ilyen ügyes voltál, hogy teniszütőt mondtál, választhatsz. Csokit vagy répát kérsz? Milyen meglepő válasz. Így adom a kezedbe, jó? Köszönöm. Szia, további szép sétát, jó sétát. Sziasztok! Na, akkor még egyszer a neveteket. Hogy hívnak? Bálint. Bálint? Lilla. Lilla. És őt? Mina. Mina, azt mondtátok, hogy szoktatok otthon segíteni. Igen. A konyhába. Igen. Akkor nekem is segítesz most? Igen. Sütit is szoktatok sütni, ugye? Igen. Mivel szokta anya díszíteni? Szokta valamivel díszíteni? Hát, nem tudod. Most csinálunk anyának díszítést, jó? Gyere ide, hogy hívnak? Még egyszer mondjad, mi a neved? Mina. Ide, állj föl, és csak ide. Figyelj ide. Képzeljétek el, hogy lehet a sütit, a tortát virággal is díszíteni. Olyan virággal, amit meg lehet enni. Mit szóltok hozzá? De előtte egy kicsit kandírozni kell, az azt jelenti, kedves anyukák és apukák, akik nézik a műsort, hogy például ibolyát, jelen pillanatban árvácskát, tojásfehérjével, ecsettel bekenünk, és utána kristálycukorba megforgatjuk, megszórjuk, és kettő nap után teljesen megszárad, és lehet díszíteni mindenféle répatortát és muffint. Csinálunk anyának díszeket? Igen. Hajdá.
Nézd csak ide, Mina. Látod, milyen szép virág? Szoktál szedni anyának virágot? Szegond meg. Szoktál? Akkor szedd le a virágokat róla. Nem kell hosszú szárral. Jaj, de látják, milyen ügyes? Ide rakjuk le a tálra, jó? Szedegesd le erről, te meg erről. Jó? Meg te is szedegesd le, és rakjátok erre. Hát nem kell az összeset, egy, mindegyőtök leszed egy 3-4 darabot, tökéletes lesz. Jaj, nagyon ügyes vagy. Még szedjünk virágot. Ez az az eset, amikor nem kell hosszú szárral szedni a virágot. Na, még egyet szedjél. Hú, nagyon ügyes vagy. Hú, ugye milyen gyönyörűek ezek a virágok? Ezeket tudod, hogy hívják? De hogy hívják, ha te tudod? Mina, most elmondtam még egyszer, mert ez árvácska, mini árvácska. Választhattok egy ecsetet. Milyen színű szeretnél? Milyen színű szeretnél egy ecset? Nagyon ügyes vagy, egy narancssárga. Egy világos kék, egy férfias kék szín. Szoktatok már tojást törni? Ki tört tojást fel? Én. Te? Te is? És sikerült elsőre? Hát, nem. Hát nekem se sikerült. Gyertek ide, mellém. Addig megfogom Minát. Úgy leül. Itt a tojás fehérje. És mutatom, hogy hogy kell csinálni, jó? És csak megfogod itt a picike szárát. És fogod, és az ecsettel lesz tojásfehérje, nem kell felvenni, és a szirmokat kívülről, belülről bekenjük, mindenhol, hogy érje a tojásfehérje, és utána pedig kristálycukorral megszórjuk. Én is akarom. Te is akarsz, mindjárt megcsinálhatod, és gyönyörűen be fogja vonni a kristálycukor, és tartósítani fogja a virágot, mert nedvességet von el tőle. Megkeresem a cukrot. Mina, hova raktad a kristálycukrot? Nem raktad el valahová? Nem. Tudom, hogy nem. Ide rakta a Mina a kristálycukrot. Itt a cukor. És nézzétek csak, így megszórom. Kívül is, belül is. Na milyen? Ugye milyen szép lett? És ide rakjuk erre a fehér tárra. Mindenhol érje, tojásfehérje. Hm? Mindjárt te is csinálhatod, jó? Ulili, nagyon ügyes vagy. Meg alapos, azt látom, hogy ő alapos. Meglátszik, hogy kislány vagy, bár nem a te erényeidet szeretném kisebbíteni. Nagyon ügyi vagy. És milyen süti a kedvencetek? Például a... Csokis? Milyen? Hát almáspite. Almáspite. Most jó? Nem? Így megszórjuk. Nézd csak. Így. Kívül, belül. És lerakod a tára. Úgy felfordítva. Én is csinálok még egyet, jó? Jó? Nagyon ügyesek. Jó alaposan szórd meg. Ú, nagyon ügyes vagy. Nagyon-nagyon ügyes vagy. Még egyet csinál mindenki? Mindenki csináljon kettőt, hogy legyen anyának. És én megmondom őszintén, hoztam olyat is, amit már elkészítettem korábban. Van a kertetekben ibolya? Igen. Hát azt szedtek egy csokoribolyát, és mielőtt anya nem jön haza, festegetjük az árvácskát. Látod, milyen gyönyörű? Neked tied lehet, igen, a tied lehet. Neked csináljuk, jó? Jó. Ugye milyen szép? Odaadhatom neked? Oda leteszem. Parancsolj. Szép, szerintem is gyönyörű. A tied lehet. Nem tiéd. Nem, a tiéd. Neked adtam. Lili az. A Lili. Lili csinál magának. Nekem is. Lici.
Jaj, nagyon ügyesek vagytok. És megmutatom, hogy milyen lesz, ha kész van. Anyád. Jó alaposan szórd meg. Az is. Az is. Anyád. Süni. A sünike. Anyád. Tojások. Az is. Nagyon ügyes az vagy. Az virág. Nagyon-nagyon ügyes anyád. Vagy. Parajcsom. Nagyon ügyes vagy. Nézzétek meg, amikor elkészül, akkor olyan kemény lesz, és ki lehet díszíteni a tortát, vagy a muffint szeretitek? Igen. Nagyon, én is nagyon szeretem. Ilyenkor pedig azért kell vele vigyázni, mert könnyen törik, úgyhogy tényleg csak díszítésre használják, de az árvácska ehető virág, úgyhogy nyugodtan meg is ehetjük a tortával együtt. Ebből majd adok párat, jó? Ilyen gyönyörű. Elküldtük a fiúkat. Most mondd meg őszintén, mit szoktál anyának otthon segíteni a konyhában? Hát, mondom. Őszintén, anya nem látja. Mit szoktatok segíteni? Te mit szoktál? Én mosogatni. Mosogatni, igen. Meg főzni. Meg a nővel már szoktunk segíteni. Meglepetésnek anyáiknak? Ó, de ügyes gyerek vagy te. Szerintem nagyon jó meglepetéseket találtam ki. A retket szereted? Igen. És csak a retekből miket lehet készíteni? Ezek milyen állatok? Egér. Egérkék. Csináljunk ilyet? Igen. Szerintem kevesen vannak hárman. Készítsünk még legalább négyet. Mit szólsz hozzá? Hét egér az majdnem egy alum, nem? De. Ehhez retekkel. Kis retket választasz, vagy nagyot? Kicsit. Kicsit? Akkor vágjál le egy retket ebből a csomóból, amelyik tetszik neked. Nagyon ügyes. Én egy nagyot választok. Milyen meglepő, ugye? Egy nagyot választok. Az egérke úgy néz ki, hogy ez a nózia. Látod? Ez a nózia, ez pedig a farkincája. Jó hosszú farkincájút választottál? Nagyon ügyes vagy. Most kell választanunk még egy retket. Én vágok neked egyet, amiből a füleit készítjük. Ezt én elvágom neked. Hány füle van egy egérnek? Nem mondod? Nálatok kettő? Komolyan? Nálunk is kettő. És fogd meg a retkedet, a kis retkedet, azt, én már megfogom a nagyot, és itt, ahol körülbelül a füle lesz, vágjál bele egy kicsit, úgy félig vágjad be a retket. Megvolt? Ügyes vagy? És akkor megfogod a egyik retekszeletet, és betolod, kicsikét szétfeszíted, én is a sajátommal megpróbálom, és belerakom a retekszeletet. Az enyémben van, a tied. Kicsit segítsek. Várj, az egyfülű retkemet addig ide rakom ebbe a résbe. Segítek, mert lehet, hogy nem vágtál elég nagy rést. Jó, megfogom a retket, és így belerakom. Nézd, már a tied is egyfülű, látod? Na, a másikat megpróbálod belerakni? Na, hagylám. Itt most már könnyebb. Segítsek? Egy fül. Meg a másik fül is. Szerintem tökéletes. Ugye milyen gyönyörű lett? Én ilyen fülű retket nem tudok csinálni. És akkor mi hiányzik még róla? A szeme. A szeme hiányzik. Ismered-e ezt a fűszert? Ismered ezt a fűszert? Úgy hívják, hogy anyának nem ér segíteni, úgy hívják, hogy szegfűszeg segítek neked. Ez egy szegfűszeg, és rakunk szegfűszeg szemecskéket. És csak választál szemeket. Hú, az én egerem még mindig egy fülű. Megvan? Úgy. Na, kiborítom, és akkor választál, jobban látod. Na, nézd csak. És akkor a szemének vágunk egy picike lyukat, egy icipicikét, nézd csak ilyen ekkorka lukacskát. Csillag alakba bevágom a retket, és bele tudod tolni a szemeket. Ha nem sikerül, segítek. Belemegy? Belement. Ilyen?
másikat is. A fülét majd a végén visszarakjuk. Hát most nem. Nem sikerült, majd sikerül mindjárt. Kis erőt rakok én is bele. Hú, teljesen jó lett. Nézd csak, visszarakjuk egy fül. Két fül. És kész van az egered. Mutasd meg a kamerának. Tetszik? Igen. Mi legyen a neve? Nekem a Béla tetszik. Nem tudom mi. Béla jó lesz? Hát Egérke. Egér Béla? Ha? Egér a vezeték neve, Béla a kereszt neve, jó? Nem, de van? Rakd a többiek közé, jó? Eldől. Ha eldől az a retek, akkor tudunk úgy segíteni, hogy egy kis talpacskát vágunk az aljára, és már is meg fog állni. Már is megállt, látod? Igen. Hát még ezt a 30-40 egeret még megcsináljuk, üljünk le szerintem. Szerintem kész vagyunk az egér projekttel. Egér mit szeret? Sajtot. Te szereted a sajtot? Igen. Vágunk az egereknek sajtot? Igen. Oh, teljesen véletlenül van nálam. Vágj el neki kis sajt darabokat, jó? A leelső részeket meg elted, jó? Ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. És azt kis kockákra vágjuk és odarakjuk az egereknek. Nagyon ügyes vagy. Tényleg látom, hogy van tapasztalatod a konyhába. És hányadikas vagy? Ötödikes. Ötödikes. Nagyon ügyes vagy. És szerintem szórjuk az egerek elé. Jó? Készítsük úgy el a tálat. Rakjuk az egerek elé. Na, sajátjaimnak adok enni, jó? Rendben van? Hm? Jó, még hát az összeset rakjuk. Add egy gyerek ezek az egyerek. Jó, rendben van. És képzeld, én hoztam egy egészen nagy sajtot. Egy igazi nagy sajtot. Ezt rakjuk ide nekik, jó? Ha? Nézd oda! Szerintem teljesen jó lesz, nem? Mert csak kockákat ott is hagyják. Szerintem mindenki otthon kipróbálhatja. Ha nincsen ötödikes kislánya, akkor is szerintem 4 éves kortól bátran fogjuk be a gyereket. Túl vagyunk az egereken. Igen. Egeret szeretnél csinálni tojásból, vagy kakast? Egeret. Ha bár egy egérbe belejöttünk, ugye bár? Nézd csak ide. Így néz ki az egér. A módszer szinte ugyanaz, mint a reteknél. De most először vágjunk egy talpat, választ egy tojást, itt adok neked kést, jó? És vágjunk egy kicsi talpat, így egy picikét vágj le a tojásból, hogy így megálljon. Látod, az enyém megállt, ide rakom a... Nagyon ügyes vagy. Ehhez megint retket kell vennünk. Veszek egy retket. Vágsz belőle 4 fület? Igen. Jó. Le is ülök. Már öreg vagyok. Hozzád képest mindenképp. Nagyon ügyes vagy. Tehát 2 egérnek hány füle van? Hát ennek 2 vagy. Nagyon jó. Ügyes vagy. Akkor még egyet. Hú, tényleg ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy. Jó. A módszer ugyanaz, mint a reteknél, vágjunk egy kis részt, csináljuk együtt. Egy kis részt a füleknek, jó? Olyan szép óvatosan, olyan körülbelül 2/3-ig vágd be a tojást. Jó? Nagyon jó.
és majd ide rakjuk a füleket. De ugye bármivel megtanultuk, hogy előbb a szemeket rakjuk, utána a füleket, akkor válasszál szép szegfűszeget, és ezzel sokkal könnyebb dolgunk van, mint a gyerekkel. Könnyebben belemegy. Így. Ügyes vagy. Akkor a orrocskája, az szintén legyen egy szegfűszeg, ide előre. Jó. Jó? Jó orrocskát választottál? Jó? Hát teljesen jó orrocska. És akkor rakjuk bele a füleket. Egyik fül. Mit vágtál? Meg egy másik fül. Na? Hát kicsit. Teljesen jó lett. Én nekem tetszik. Nagyon ügyes vagy. És mi hiányzik róla? A bajusz. A bajusz. A bajusz az sárgarépa szárból van. Vágtam ilyen bajusznyi nagyságokat is. Hány bajuszt tegyél egyik oldalt? Kettő, három? Hány szál legyen? Az enyémnek kettő lesz. Két bajusszál. Egyet ide, egyet oda. Teljesen jó lett. Még egyet, egy kicsikét hosszabb. Na, az enyém majdnem kész van. Az egyik bajusz szála nagyon felcsúszott, de hát most ez ilyen lesz. Hú, nagyon jól alakul a tied. Nagyon jól. És még mi hiányzik az egérkének? Farka. Farka. Egy farok. Betoljuk hátulra. És elkészültünk az egérrel is. Nagyszerű munka volt. Köszönöm. Hello Benedek. Nem is nem Benedektek hívna? Bálint. Bálint, a kezdőbet is stimmel. Mit szólnál hozzá, hogy készítenénk egy húsvéti kakas tojásból? Jó. Benne vagy? Jó. Válasz egy tojást. Legelőször is vágjunk egy talpat. Gyere, adok neked helyet. Adok egy tiszta kést. És először vágjunk egy talpat, hogy megálljon a mi kakasunk. Jó? Majdnem kész vagyunk, látod? Igen. A kakasnak mi van? Hát, csőre. Az is csőre? Jó, akkor kezdjük a csőre. Én vágok ebből a répából csőrdarabot, aztán utána magadnak vágsz te is egyet. Parancsolj, kapsz egy szeletet. Csőrt úgy vágunk, hogy félbevágom. És utána még vágok belőle, mint a tortát vágnék, kettő darab kis cikket. Jó? Ez lesz a csőre. Nagyon ügyes vagy. A taraja pedig egy következő szeletből lesz. Ebből szintén vágok neked egyet, nekem egyet. Rendben van, parancsolj. Ennek csak körülbelül az egyharmadát vág le ennek a cikknek. Levágjuk. Félre rakom, tehát itt van a csőre. Ez a taraja. És nem tudom, mennyire vagy ügyes, és kicsit faragni kell. Ügyes vagy? Igen. Technika órán tudsz te is. Én nagyon béna voltam, de megpróbálom. És nézd, csak ilyen kis cikkeket vágok, mint hogy a koronát készítenék. És így bevagdalom. Sikerül? Én inkább lerakom, mert úgy ügyesebb vagyok. Így gyönyörűen végig megyek ezen a répa szeleten. Ez lesz a kakas taraja. Kakas pörköltel, hogy áll, szereted? Igen. Szereted? Én is nagyon kedvelem. És kakas pörköltben megeszem a kakas taraját is. Az enyém. Az kész van. Te hogy állsz? Nagyon ügyes vagy. Először csinálod? Igen. Ahhoz képest nagyon jól csinálod. Beddegúz rögtön kész van.
Tudom ám, hogy Bálint. Ja. Csak kíváncsi voltam, hogy figyelsz-e. Tehát a hulladékot félre söpörjük. Tehát összeállt a kakaskánk, tehát itt a csőre, itt van a taraja. A tojásnak a felső részére vágj egy mélyedést, nem kell túl mélyre, körülbelül, mint a késnek a pengéje. Nagyon ügyes vagy. És ide, kicsit ha megcsippented így az ujjat, a ketté nyílik, és bele tudod rakni a kakas taraját. Hát tökéletes lett. Ezután belerakjuk a szemeit, ami szintén szegfűszeg. Egy kakas szem, két kakas szem. Nagyon jó. Hát az enyém ilyen távol ülő szemű, az övé kicsit közelebb álló szemű. És akkor most jöjjön a csőre, amit egy pici mélyedés szintén majdnem kiesik a kezemből, rakunk ide a csőr részhez, és egyszerűen bedugom a répát. Ha gondolod egyet, ha gondolod kettőt, én most egyet dugtam bele. Hogy sikerül? Nagy, egyet? Egyet vagy kettőt? Egyet. Egyet. Elkészültünk? Igen. Nagyon ügyes vagy. Otthon kipróbálod? Igen. Örülök neki. Szólj a húgodnak, hogy kész vagyunk. Jöhet a tálat rendezni, jó? Jó. Oké, köszi. Kedves Ili, kedves Bálint, a végén csak megtanultam a neveteket. Köszönöm a munkátokat, szerintetek ezt együtt készítettük. Anya örülne egy ilyennek? Igen. Memorizáltátok, hogy hogy kell készíteni? Igen. Te egérben nagyon jó vagy, mint rettegbe. Azt te csinálod, te pedig csinálod a kakasokat, illetve készítettünk Bálinttal olyanokat, olyan kis csirkéket, akik még nem keltek ki, csak éppen, úgyhogy ezt is ide rakjuk a kompozícióhoz. Kedves anyukák, kedves tévénézők, remélem jól megjegyezték a készítési folyamatokat. Otthon, húsvétra, bármilyen ünnepre, gyerekzsúra, ha salátát készítenek, vagy akár bármilyen főételt, ezekkel az egyszerű trükkökkel fel tudják dobni a tálalást. Köszönöm a segítséget! A szél föltámadt, én éhes lettem, úgyhogy köszönjünk el. Jó? Ja. Viszontlátásra! Viszontlátásra!